Start elindult a futam, gyengén kezd Sokitu STS, Solo Phoenix pedig nagyszerűen kapja el a start pillanatát és elmegy vezetni. Meg a te Emery's Day. Solo Phoenix Stanislav Georgievel az élen púlózik, Emery's Day pedig 2-3 hosszal következik mögötte, Ördög Alennel. Majd 4-5-en szinte teljes negyvonalban próbálnak zárkózni. Lanika is meglehetősen gyengén kezdett, jól kezdett viszont Nadály. Nadály a fal is a falon tud zárkózni apró pénz mellette, illetve Speedy González. Az ezres táblát elhagyva továbbra is Solo Phoenix az élem, Solo Phoenix vezet, mögötte Emery's Day, mögötte a második, majd apró pénz másodták csengével a harmadik helyen, benne a falon továbbra is Nadály tartja magát remekül. Csokító STS Lanika zárja a sort, és megkezdik a zárkózást. Egészen jól együtt galoppozik az egész mezőny, amikor most már a kanyar közepén járunk, és eddig kívül fog fordulni Safranek. Safranek megkezdi a zárkózást, Solo Phoenix pedig továbbra is az élen. Solo Phoenix akár végigvezetve nyerhet, talán elsőként Emery's Day indíthat majd ellene támadást, de nem tudja ezt a két hosszas hátrányát lecsökkenteni. Lanika pedig most már ott van a középmezőnyben, és harcban van a dobogó harmadik fokáért. Solo Phoenix újabb versenyt nyerhet, Solo Phoenix handicapben ismét nyerhet majd egy versenyt, még 100-150 méterre van hátra, és ki kell majd bírnia a támadó apró pénz rohamát. Apró pénz nagyon erős, apró pénz nagyon jó a verseny utolsó szakaszában, apró pénz nagyon gyors, és érik a meglepetés. És apró pénz nyeri a versenyt. Solo Phoenix mögötte a második, Safranek a harmadik.